Különleges nemzetközi műveleti gyakorlatot tartanak Magyarországon május 13-áig, ezért országszerte megnövekedett katonai járműforgalomra kell számítani a közutakon, legfőképpen az autópályákon. A honvédség kéri az autósokat, hogy a közlekedési szabályok betartásával és kellő óvatossággal közelítsék meg a menetoszlopot, mivel annak mérete és sebessége, valamint haladásának módja eltér a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. Mivel a zárt menetoszlop járművei közé nem hajthat be civil gépjármű, a katonai járművek haladását a konvoj elején és végén kísérő járművek biztosítják. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva arra törekszik, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.